Talán emlékeznek rá, kedves nézők, hogy a tavaly is a járványidőszak alatt valójában a horgászat volt talán az egyetlen olyan sport, illetve kikapcsolódási lehetőség, amit a kijárási tilalom alatt is viszonylag szabadon lehetett művelni, illetve végezni. Nem is meglepő, hogy egymást követő két éven keresztül is rekordot döntött a regisztrált horgászok létszáma. Picit visszatekintünk 2021-re és előre 2022-re Puskás Norberttel, a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége ügyvezető elnökével. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok! Az ismerettségre való tekintettel tegeződünk a beszélgetés alatt, és ahogy mondtam, 2021, értékeljük egy kicsit az évet, arra kérlek, mi minden történt, hány horgászotok volt ebben az esztendőben? Egy izgalmas év után vagyunk minden tekintetben, mert ugye télen minket is megérintett a koronavírus járvány és annak hatásai. Ugye úgy indult az év, hogy az éjszakai kijárási korlátozások idején nem lehetett horgászni. Ez néhány horgászt kicsit felbosszantott, de hát én azt gondolom, hogy az egészségünk fontosabb volt, mint hogy horgászunk, és ez teljesen érthető is volt. De szerencsére márciusra ezek a folyamatok rendeződtek, és elindult a horgászszezon. Ez már januárban látszott, hogy a horgászat iránti népszerűség nem csökkent, hanem folyamatosan érkeznek új tagok, szeretnének új horgászok vizsgákat tenni, és a vizsgázásban is egy új pillanat jött el, mert átálltunk a papíralapú horgászvizsgákról az elektronikus vizsgáztatásra. Az Országos Horgász Szövetség keretei között az idei évtől csak a területi szövetségek és azok által felhatalmazott szervezetek végezhetnek ilyen vizsgákat. Horgászoknak egy online kérdést, sort kell kitölteniük, és igazándiból erre nagyon sokan jelentkeztek, az idei évben is közel 500 új horgászunk lett, tehát lényegében nem csak a régi horgászok térnek vissza, hanem vannak olyan horgászok, akik most kapnak kedvet, és abba az életkorba érnek, amikor már kötelező vizsgát tenni. 14 éves kor alatt nem szükséges a gyerekeknek, ők tudnak szülői felügyelettel horgászni, de 14 év felett mindenkinek horgászvizsgát kell tenni. Végülis az év elindult úgy, hogy sok horgászváltás, jegyváltás következett be, ami szerencsére megalapozta azt, hogy a szövetség erős anyagi bázissal tudott nekiállni az évnek, ami fontos volt, mert a tavalyi haltöbletes időszak, amikor rengeteg túltermelés volt a haltermelő piacon, az idén már egyértelműen látszott, hogy most kevesebb van belőle. Korábbi években azok a termelők, akik túltermelték magukat, azok vagy nem kezdtek bele újra a haltermelésbe, vagy pedig ugye az aszályos időszak és az elhúzódó tavasz miatt is sok helyen nem volt megfelelő mennyiségű víz a haltermeléshez, tehát egész évben egy nagyon nehéz körülmények között tudtuk megvásárolni a halainkat, ami a legfontosabb a horgászoknak, de sikerült a horgászjegyváltásokat követően minden telepítésünket elindítani tavasszal, és hát az idei évben is ott tartunk, hogy lényegében 62 tonna pontyot telepítettünk Vasmegye vizeibe. Ez tavaly évben 82 tonna volt, ami egy rekordszám volt, de akkor egy állami intervenciónak köszönhetően sikerült még több halat vásárolnunk. Viszont ez mellett még rengeteg fehérhal, 30 tonna érkezett még így is az év folyamán a vizeinkbe, illetve sikerült olyan kuriózum halfajokat is beszereznünk, mint például a süllőből egynyaros, kétnyaras példányokat, amiből közel 1000 kg érkezett az idén, és ami darabra egy ilyen közel 10 000 darabot jelent, illetve ez mellett sikerült kecsegét vásárolnunk, compót, kiskeszekféléket, ezek nagyon nehezen beszerezhető halfajok, sokszor a horgászok nem is hiszik el, hogy mennyire nincsen a haltermelői piacon ezek a halak jelen, illetve hát a halak ára is sajnos jelentősen megdrágult az idei évben. Ez köszönhető több mindennek, a halhiánynak, a takarmányárak növekedésének és minden egyéb költségnek. Tehát ilyen tekintetben egy általánosságban egy nehéz évet tudhatunk magunk mögött, mert jöttek a horgászok, igyekeztünk kiszolgálni, de a haltelepítéseket igazán évvégéig, október-novemberig tudtuk teljesíteni a terveinket. Milyen programjaitok, fejlesztéseitek valósultak meg? Több rangos verseny is volt, és most végre a Pinkavölgyi Halasnapot is meg tudtátok tartani. Igen, hát alaptevékenységünk a horgászversenyek, mind felnőtteknek, meg ifjúsági horgászoknak való tartása. A koronavírus ellenére már áprilisban elindítottuk a versenyszezont országos versenyekkel.
nem kis kihívás volt számunkra, mert ebben az időszakban, ha így visszatekintünk, online rendeztük meg a versenyeknek a sorsolását, nem volt előzetes technikai tájékoztató, tehát nekünk is ez egy új kihívás volt, hogy hogy lehet ezt úgy megrendezni, hogy 40-50 ember a versenypályán már helyet foglal úgy, hogy előtte reggel Facebookon, illetve online közvetítésben nézi meg a sorsolást, a technikai ismertetést, de hát így nem adtuk fel, és az Országos Szövetség se adta fel, minden versenyünket meg tudtuk tartani. Egyetlen egy verseny volt a május 1-i két határtó évindító versenyünk, amin csak a profik tudtak elindulni, mert akkor a jogszabályok ezt tették lehetővé, viszont onnantól kezdve lényegében a Vasivizeken versenysorozatnak minden egyes állomását megtartottuk, ezen közel 100-an vettek részt, minden verseny teltházas volt, voltak különböző helyszínek, Gersekarát, Abértó, Püspökmolnári, tehát volt több hely, ahol megmérhetették a tudásukat a pecások, viszont azt is tudni kell, hogy nálunk nincsenek külön egy hétvégén kihirdetett egyéni bajnokok a hobbi kategóriában, és ezért a versenysorozat győztesei, akiket a napokban fogunk kihirdetni, birtokolhatják ezt a címet is. És hát ez mellett ugye ez felnőtt horgászversenyeket takart, rendeztünk ifjúsági tábort nagy létszámmal, illetve ez mellett megtartottuk a Pinkavölgyi Halasnapot, amit tavaly ki kellett hagynunk. Azon a rendezvényen minden eddiginél többen voltak, a mi számításaink szerint olyan 1500 látogató volt kint. Különböző halételeket kóstolhattak ingyenesen a kilátogatók, illetve a programokon vehettek részt. Ez mellett tartottunk a fogyatékosokat ellátó szervezettel közösen integrált horgásznapot a Szombathelyi Csónakázó tavon, illetve több különböző gyerekprogramunk volt, az általános iskolai vetélkedőt, annak ellenére, hogy az iskolákban is azért online oktatás volt, és sok mindent átírta a Covid, meg tudtuk tartani ezt a programunkat is, és ezen is 25 iskolának a csapata vett részt, tehát lényegében azt tudom mondani, hogy a nehézségek ellenére minden programra, aki szeretett volna eljönni, az ott tudott lenni, és hála Isten, hogy végülis az éves munkatervünket, programjainkat mindenhol meg tudtuk rendezni. Hát köszönet ebbe az önkénteseknek, a kollégáimnak, illetve hát a versenyzőknek is, akik alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Topos forrásból korábban 8 vasi vízterület és környezete újulhatott meg, most egy újabb ütemben 4 tónál zajlik fejlesztés, melyek ezek, és mi az, ami változni fog? A horgászversenyek, horgászjegyek kiszolgálása mellett egy másik nagyon fontos célunk, hogy azokat a vizeket, amire a horgászink kiváltják az engedélyt, azok minél kultúráltabban nézzenek ki megjelenésükben, mint funkciójukban. És hát korábban egy topos programban tényleg 8 vizet sikerült felújítanunk környezetét. Az idei évben pedig 4 olyan horgászvíz, ami kedvelt a horgászok körében, és nagyon szép vizek is. Ilyen például a Máriaújfalui horgásztó, az Abértavak, illetve a Vasvári csónakázótó, illetve a Celdömölki horgásztó. Mindegyik vízterület városoknak úgymond közelébe, szívébe található, tehát sokan kilátogatnak olyanok is, akik nem horgásznak. Itt pihenőpadokat, utakat, sétányokat, és hát lényegében minden olyan, ami a horgász közérzetet, komfortot is javítja, meg az oda kilátogatókét is. Itt általában önkormányzatokkal együttműködve tudtuk ezt megvalósítani, illetve a vízügyi igazgatósággal. A szövetség a projektnek a gazdája, teljes kivitelezője is, és hát annyiban örömmel jelentettem be, hogy évvégéig lényegében nagyon jól állnak a munkálatok, és lényegében tavasszal mindenkinek már a megújult vizek partján fogjuk várni. Terveink szerint mind Vasváron, mind pedig a többi helyszínen is gyerekprogramokkal szeretnénk elindítani ezeket az új helyszíneket, és kipróbálni az új pihenőpadokat, közösségi tereket, szalonnasütőket, illetve van, ahol hiánypótló módon egy-egy tábori lemhelyet is tudtunk kialakítani, vagy van olyan helyünk, ahol játszóteret, illetve fogyatékosok számára, fogyatékkal élők számára mozgáskorlátozott horgászhelyeket is létesítettünk. Tehát a projekt így lényegében elég összetett volt, és a megye minden pontján végeztünk így kivitelezéseket, és hát nagyon bízunk benne, hogy lesz folytatása, és tudjuk a további vizeinket is megújítani a következő EU-s pályázati ciklusban.
Mi várható 2022-ben? Változik-e a horgászrend, változnak-e a jegyárak, és ha igen, akkor ennek mi az oka? Illetve még egy dolog, hogy az általatok kezelt vizek mennyisége is nő. Így van. Igazándiból még egy örömteli hír az idei évben, ami ritkán kerül a szövetség életébe sor egy olyan pillanat, amikor egy horgásztavat meg tudunk vásárolni. Ilyen volt az idei évben a Rába-Sömjéni tó, ami, aki ismeri azt a területet, egy illegális hulladéklerakó volt ott kb. 30 éven keresztül, és mellette volt egy horgásztó, ami a maga módján gondozott volt, és a helyi horgász egyesült, helyi közösség mindig szeretett oda kijárni. Mi adtuk rá ki a jegyeket, és most év elején rendeződött annak a területnek a tulajdonviszonyai, kitisztította az új tulajdonos a területet, és sikerült megállapodnunk abban, hogy a tó és annak környezetét megvásárolta a szövetség, így mindenben biztonságba került a Rába-Patyi, Rába-Sömjéni, Sárvári horgászok közelében lévő szövetségi vízterületünk, ami azt jelenti, hogy lényegében nem kell aggódnunk azon, hogy halászati jogunk mikor jár le, mert már tulajdonosok vagyunk, és a tulajdonost megilletik hosszú távon a halászati jogok. Tehát ez nekünk egy nagyon nagy öröm. És ez mellett össze is függ a következő év terveim, mert ugye ennek a tónak a környezetét is szeretnénk vagy pályázati forrásból, vagy saját erőből a mellette lévő utakat felújítani, hogy esős időben is kényelmesen be tudjon oda menni mindenki, le tudjon parkolni, és hát még egy olyan saját tulajdonú vízünk legyen, amire büszkék lehetünk. Most is szép halállománya van a tónak, de szeretnénk, hogy a környezete is rendezettebbé váljon. A helyi Rába-Patyi Egyesület rendkívül aktív ott, és ott a gyerekeknek szoktak programokat tartani, tehát nagyon fontos nekünk, hogy a mai fiataloknak olyan környezet várja a vízpartokon, hogy oda szívesen menjenek ki, és így el tudjuk vonzani a tabletek és a számítógépek bűvöletéből. A következő évre a terveink között van az, ami szintén egy idei évben sikeres pályázat eredménye. A Magyar Falu programba tudtunk pályázati támogatást nyerni a Vaskeresztre Szövetségünk központjának, a szomszéd telkének a megvásárlására és annak a bekerítésére. Az is örömteli, hogy az elmúlt évek fejlesztései oda vezettek, hogy kinéztük azt a területet, ahova már tudnánk a központunkat, illetve a benne lévő vendéglátóegységet, a kiszolgáló épületeket bővíteni, és így a szomszédos telket nem horgászok befizetéséből, hanem magyar kormány támogatásából a Magyar Falu program keretében meg tudtuk újítani, vagy hát pontosabban tudtuk bővíteni. És most van ránk az, hogy a kerítést megépítsük, az a fejlesztés vagy a pályázatnak még egy része, az tavaszra talán az is be tud fejeződni. És hát a következő év az egy igazándiból nem egy népszerű intézkedést akar, mert muszáj volt a horgászengedélyen árainkhoz hozzányúlni, amit elsősorban az alapoz meg, hogy a haltermelés költségei jelentősen megnőttek az országban, így a halárak is, és a következő évre is sajnos ez várható. Ez összességében nekünk a költségeinknek egy közel 40-50%-át adja a haltelepítés, és ez a költségtétel az idei évben már növekedett 30%-kal, és a következő évben még további 30%-kal várható, hogy drágul. Ennek az okai a takarmánydrágulás, az üzemanyagok magasára, illetve a haltermelők önkorlátozást végeznek, egyre kevesebb halat adnak el exportra, de olyan nagy az európai haligény is, hogy igazán jobb áron tudják értékesíteni külföldre. A MOHOSZ és a MAHAL közötti együttműködésnek az eredménye az, hogy igyekszik a mindkét fél azt szorgalmazni, hogy belső piacokon legyenek a halak eladva. Nekünk az is egy horgász tekintetben az is egy nehézség, hogy a karácsonykor mennyire fogynak ki a halkészletek, mert ugye ilyenkor nagyon fokozott igény van mindenhol, és hát tavasszal mit tudunk megvásárolni. És sajnos most olyan helyzet van, ami ritkán következik be, hogy lényegében több lenne a kereslet a halra, mint amennyi a kínálat, és ez már igaz sajnos a pontyra is, ami a legnépszerűbb hazai halfaj. A süllő, csuka, a keszekfélék azok eddig is nagyon kis mennyiségben voltak vásárolhatóak, nehéz az előállítások, és nagyon drágák is. Tehát sajnos ezt a horgászjegyek árában nem tudtuk azt megtenni, hogy ne érvényesítsük, és a szövetség elnöksége abba döntött, és abba az irányba vinnénk a szövetséget tovább, hogy inkább egy 15%-os átlagos jegyáremelést
végrehajtunk a következő évben, és ezzel azt felvállaljuk, hogy megpróbáljuk szinten tartani, vagy akár növelni a korábbi évi telepítést, ami nem kis feladat, mert egy 40-50%-kal drágább hal és 15%-os jegyáremelés az nincs összhangba. De természetesen hát az a feladatunk, hogy olyan külső forrásokat, támogatókat, költségcsökkentéseket is megtegyünk, ami adott esetben azt tudja eredményezni, hogy össze tud jönni a következő év is olyan eredményekkel, mint az idei. Bár horgász létszámról beszéltünk korábban, hogy sokan váltottak jegyet, ez egy ismét számomra is már egy meglepő pillanat, hogy tavaly 11 ezer horgásszal már rekord létszámunk volt, és az idejében sikerült 11.500 főre bővíteni a horgászok körét. És a területi jegyváltók száma is, körülbelül ilyen arányban az éves jegyváltók száma is nőtt. Tehát ez ad arra bizakodásra okot, hogy a horgászvizeink környezete, hal összetétele, horgászati lehetőségünk azok olyan kínálatot jelentenek mindenki számára, hogy ezt a jegyáremelés ellenére is meg fogja venni, és bízunk benne, hogy tudunk együtt pecázni a vasi vizeken. Legyen így, találkozunk jövőre a vízparton, és addig is boldog karácsonyt kívánunk, és a várható nehézségek ellenére is sikerekben gazdag eredményes új esztendőt. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is, és mindenkinek boldog karácsonyt. Köszönjük szépen.